Az ország több pontjáról érkeztek orvosok a 4. szekszárdi hipertónia napokra pénteken. Hipertónia, vagyis magas vérnyomás, amit szakmai berkekben csak némagyilkosként emlegetnek. A kétnapos szakmai konferencián olyan fontos és új dolgokat tudhattak meg a résztvevő orvosok, amik elősegíthetik a korai diagnózist, vagy akár a betegség megelőzését. Ez pedig az esetek, sőt az áldozatok számának csökkenéséhez is vezethet. Ebben az országban 4 millió hipertóniás él, és a hipertónia globálisan világszerte több mint 10 millió halálesetért felel évente. Ez a 10 millió egyénnek a fele nem tudja, hogy ő hipertóniás. Na ezért kell megismerni, mert nem tudom, hogy én vagyok-e a következő. A magas vérnyomás még mindig az egyik vezető halálok. Az 1920-as évek óta a legtöbb emberrel a hipertónia és a szívérrendszeri szövődmények végeznek világszerte. Ezért is nagyon fontos, hogy mindenki tudja, milyen állapotban van az érrendszere. Mert beszélhetünk egyfajta ütőeres, artériás életkorról, és ezt nagyon jól meg lehet fogalmazni, mondjuk egy 50-es korú ember, nem biztos, hogy 50 éves az ő érrendszere, mert hogyha sokat ártott az életmódjával magának, a vérnyomásával együtt minden paraméterei már rosszabb lehet, és lehet, hogy úgy néz ki az érrendszere, mint egy amúgy egészségesen megöreged 70 éves emberé, és a fordítottja is igaz lehet, tehát lehet valakinek 30-as korú az érrendszere rugalmas, tágulékony erekkel, mert vigyázott magára egész életében. Dr. Nemcsik János, a Magyar Hipertónia Társaság főtitkára elmondta, megelőzhető lenne a magas vérnyomás kialakulása. A prevenció az alap, ami igazándiból már gyerekkorban el kellene, hogy kezdődjön az egészséges életmódra nevelés. Optimális esetben ki sem alakul a hipertónia, hogyha a gyermekeket egészségesen oktatjuk. De aztán utána a szűrés, hát az igazándiból több mindentől függ. A vérnyomásmérés az tehát ennek a vérnyomásmérésnek magának az ismétlése, az legalább évente mindenképpen érdemes, hogy megtörténjen. Fontos tehát, hogy legalább évente egyszer mindenki részt vegyen egy egészségszűrésen, ha lehet, iktassa be a mindennapjaiba a testmozgást, és a káros szenvedélyektől szabaduljon meg.